Sziasztok, Kinga vagyok, és hát most egy ilyen évvégi utolsó vúkol beszerzés szerűt fogtok látni. Ezeket a könyveket egyrészt kaptam, egyet magamtól, egyet a férjemtől, egyet pedig, amit már sokszor megénekeltem a csatornán, hogy nagymamám az alföldi nyomdába dolgozott, és mikor minden év végén van egy ilyen rendezvény, egy nyugdíjas találkozó, és olyankor könyveket kapnak ajándékba, hát mi meglepő, ugye a nyomdától mi mást kapnának, és ezeket fogom bemutatni, ezek nem lesznek, nem maradnak nálam mind. Többen lecsaptak már egy pár kötetre, de lesz olyan, ami nálam fog maradni, ezeket szeretném nektek gyorsan bemutatni. Ezek érdekes, vagy szívemhez közel álló kötetek. Az első, ezt magamnak vásároltam, meg tulajdonképpen online rendelés volt a Lírától. Több kötetet is rendeltem, ezek a kötetek ezek nem feltétlen lettek szintén az enyémek, nem is fogom bemutatni őket, mert azok lassan úton lesznek. Sajnos csak nemrég kerültek a tulajdonomba, ugye a sok-sok-sok várakozás miatt, és majd mennek is, vagy mentek is már tovább. És ami tulajdonképpen az enyém lett, az nem más, mint Harry Potternek a tűzserlege, és ezt látjátok, ez a negyedik rész, már csak egy kötet hiányzik a sorozatból. Amit karácsonyra a férjemtől kaptam, az szintén egy Rowling kötet, J.K. Rowlingtól, az Ikabog. Ezt a kötetet már olvastam, és a csatornán is mutattam, és most megkaptam. Rowlingot nagyon szeretem, szerintem nagyon jól ír, bár a krimiaiből egyet olvastam, és az nem feltétlen nyerte osztatlanul a tetszésemet, de ezt a kötetet is szerettem, és megkaptam, mert hát szándékomban áll azért a legtöbb kötetét, amit az ifjúságnak írt, begyűjteni. És akkor ennyi volt tulajdonképpen ez. A következő kötetek pedig az, amit a nyomdából kapott a nagymamám. Az első Sarah Pimborótól a Ne higgy a szemének, ez a kötet. A kötet ez nem mostani, de 2021-es kiadás. De 2017-ben is megjelent már, aha, akkor azért nézek ennyire, ugyanis én ezt a kötetet már, ezt a könyvet én már olvastam. Hát nem igazán nyerte el a tetszésemet. Isten igazából ennél a kötetnél volt az, mikor egy molyon lévő címke lőtte a poént, mert mindig vártam, és egyre gyanúsabbá vált a dolog. Nem szeretnék nagyon belemenni. Ez nem az én könyvem volt, ezt egy tulajdonképpen egy debreceni mojtásnak láttam a kívánság listáján, és azt mondtam, hogy kéri, és gondolja, akkor ez az övé lesz. Úgyhogy Adrien, ez a kötet rád vár. A következőről semmit sem hallottam még, ez a Jelenkor adta ki, ez pedig nem más, mint Térei János, Boldogház, Kétmalom utca, egy civis vallomásai. Olyan érdekes a borítója, olyan teljesen olyan matt a tapintása, belül fényképek találhatók benne, a hátoldalán is, igen. Ezzel a mat borítóval annyi problémám van, hogy már sérült, pedig még nem is volt senkinél, de nem én téptem célján, na mindegy is. A hátsó részén pedig ezek a fotók találtok benne. Amúgy gyorsan így átlapoztam, és több illusztrációt nem is nagyon találtam benne, csak itt, sőt, nem nagyon, hanem egyáltalán nem. De hátoldalán van még Térei János, 1970-től 2019-ig élt. Szégyen, nem szégyen, én róla nem tudok semmit, és mint debreceni, ez úgy gondolom, hogy mindenképpen változtatásra szorul, úgyhogy ezt a kötetet mindenképpen magamnál tartom, legalább még olvasásra nem fog kerülni. A következő kötetet az Álomgyár adta ki, méghozzá egy sikerszerző Erkelényi Angelikának a Halálos Hollywood, a Caroline Wood sorozatból. Erre a kötetre is ránéztem a molyan, és láttam, hogy ez is valamilyen x-edik rész, úgyhogy mindenképpen a többi kötet az könyvtárból lesz kikölcsönözve. Én úgy láttam, hogy azért szereti Erkelényi Angelikát, én is olvastam már tőle több kötetét, amik tetszettek, de így, hogy sorozat, hát majd idővel sorra fog kerülni ez a kötet is.
Aztán, hú, ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik ez a kötet, ez a General Press adta ki Jeffrey Archertől, a Becsületbeli ügy. Hát ez a kötet, ez ilyen brezsnyeves, KGB-s cucc, tehát nagyon úgy gondolom, hogy valami kémhistóriás dolog lesz, nem nagyon néztem még utána. 2016-os ez a kötet, és 2012-ben jelent meg a külföldi kiadás. A General Press köteteit általában szeretni szoktam, úgyhogy reméljük majd ez is bejön. Mindenképpen olvasással vár. És akkor a többi kötetből még kettő fog nálam maradni. Az egyik az nem ez lesz, ez szintén a... Nem, ez Helikon adta ki. Ez Márai Sándortól a füves könyv gyógyító gondolatok. Én Márai Sándortól azt mondom, ó, de jó, van benne egy ilyen aláírt könyvjelző. Tök jó. Ezt bele is rakom. Ezt kolléganőimnek szóltam, hogy van egy ilyen lehető, ha gondolják, érdekli őket, akkor odaadom nekik, és volt, aki lecsapott erre a kötetre is. Úgyhogy ez holnap, már utazik is velem a munkahelyre. Aztán ezt kölcsönbe fogom adni csak, ugyanis ez engem is érdekel, a Ablonci Balázs Ismeretlen Trianon. Én ezzel a kötettel még nem találkoztam, ezt a Jaffa kiadó adta ki. Aztán van egy alcíme, az összeomlás és a békeszerződés történetei 1918 és 21 között. Ez a Trianon egy nagyon érdekes téma, politikában is nagyon sokszor hallottam már róla szót, eléggé visszaélnek ennek a történeti részével. Isten igazából ugye elméletileg én úgy tudom, hogy lejárt az az idő, és vissza kellene csatolni nagyon sok mindent Magyarországhoz, hogy ezt miért nem teszik meg, miért nincs erről szó, nem tudom. Hál' Istennek nem az én tisztem eldönteni, viszont minden esetre maga a történet biztos érdekes és izgalmas lehet, hogy ez mindenképpen maradós, és majd annak idején el lesz olvasva, de szintén be kell vigyem, mert voltak itt érdekelt, úgyhogy mondtam, hogy ezt viszont csak kölcsön fogom tudni adni. A következő kötet szintén egy olyan könyv, ezt Libri adta ki, amit mondtam, hogy most vagy nekik adom, és majd kölcsön adják, ha én olvasom, vagy megvárják, míg elolvasom, és utána adom nekik oda. Ez pedig nem más, mint Kepes Andrástól, a Boldog Hülye és az Okos Depressziós. Ugye pont az előző videómban beszéltem arról, hogy Kepes Andrásról fogok olvasni, ez nem az a kötet lesz. Ú, tök jó, itt vannak ilyen írásuk még. De minden esetre erre a kötetre is kíváncsi vagyok, hiszen nagyon éltetik és nagyon dicsérik ezt a kötetet is. Hát majd meglátjuk, milyen lesz ez. És nézzünk már be azért a védőborító alá. Ó, jó kis szín. Nem is tudom eldönteni, melyik a jobb. Hát talán a védőborítós jobb, de ez az alatta lévő is tetszik nekem. Úgyhogy ez is majdan olvasásra fog várni. A következő Pokorni Léának holnapra is marad receptgyűjteménye a fenntarthatóság jegyében. Nem is tudtam, hogy ő írt könyvet, méghozzá szakácskönyvet. Ezt a kötetet, ezt a 21. század kiadó adta ki, és az EON támogatásával, mit tudom én, például így néz ki, az egyik oldalon kép, a másik oldalon pedig valamilyen finomság látható. Hát majd meglátjuk. Ezt mindenképpen oda fogom valakinek adni, oda bent, hiszen én nem már annyi szakácskönyv van ugye ezeknek köszönhetően, hogy már Dunát lehet rekeszteni, úgyhogy még egyre már úgy gondolom, nincs szükségem, és ha valakinek pedig jól esik ez a kötet, akkor legyen az övé. Aztán van egy, ami nagyon vacilálok, hogy megtartsam-e vagy sem. Ez egy Kossuth kiadós kötet, méghozzá elég nagy, Hofi naplója. Én Hofit nagyon-nagyon szeretem. Én ugye már sokszor mondtam, hogy a stand-uposokat szeretem. Én szerintem ő az ő stand-upos. És hát még nagyon gyerekként, ilyen 15-16 évesen láttam neki
videóról, videókazettáról felvételeit, és mai napig eszembe cseng, és a szemem előtt vannak az ő fellépései, és sajnos azt kell mondani, még mindig aktuálisak, és ez szomorú. Úgyhogy rengeteg kép és illusztráció van benne. És itt, mint az előbb megláttam volna azt, ami szerintem mindenkinek ismerős lesz. Na, így, hogy keresem, így nincs meg. Ezt nagyon szeretem. Az előbb csak belelapozva egyből feltűnt. Most így... lehet ez az? Hát lehet, hogy nem. Ott volt. Ott volt valahol. A kis piszok. Elbújt. Ez az. Szerintem ez nincs olyan, aki az én korosztályom, vagy idősebb tőlem, és ne látta volna. Nagyon bírtam a humorát, és azért nézzétek, hogy tök jó dolgokkal operálnak benne. A nagymamám annyit mondott, mert ő is nagyon szerette, hogy egy picit csalódás volt, mert azt hitte, hogy majd azok a történetek, amikkel ő stand-up volt, idézőjelesen. Hát ez nem is ő lenne, ez a kép nem lenne benne. De az életéről szól, úgyhogy majd meglátjuk. Ezen még vacilálok, hogy marad, vagy megy. És az utolsó egy Alexandra kiadós, Michael Koch és Guido Schmelik, szuvidálás, hal, hús és zöldség tökéletesre főzve, tiszta élvezet címmel. Nagyon-nagyon jó, látjátok, amúgy így egy kicsit így fénylik a borító. És nagyon igényes kiadásnak tűnik, és tényleg tök jó, nagyon gyönyörű, szép, nem is, tényleg nagyon szép, és igényes a kötet, de megint csak egy szakácskönyv, úgyhogy ez is továbbadásra fog kerülni. Úgyhogy már holnap nagyon várnak a lányok, hogy menjek és nézik, hogy mit viszek nekik. Aztán majd meglátjuk. Szerintem a Hofis könyv az maradni fog, és a többiből is valószínű, hogy majd azt mindenképpen a Trianonost el akarom olvasni, meg a Kepes András könyvet is, majd idővel egyszer sorra kerülnek. És akkor szerintem elérkeztünk ahhoz a végéhez, amit ez az év adott. Én nemrég kezdtem el ezt a booktuberkedést idézőjelesen. Nagyon élvezem, nagyon szeretek a könyvekről beszélgetni. Csak azt sajnálom, hogy pont abban az időszakban, amikor egyre kevesebb és kevesebb és kevesebb időm lett az olvasásra, és annyi minden történt, kezdtem hozzá, sokkal jobb lett volna akkor, amikor egyre több-több-több és több időm maradt volna olvasni. Hiszen bár statisztikát nem néztem, de úgy gondolom, hogy az első háromnegyed évben sokkal többet tudtam olvasni, mint az utolsó negyed évben, és sokszor különböző hangulatok, különböző, hát, hogy is mondjam nektek. Szóval saját magamra egyre mérgesebb és mérgesebb voltam, amilyen nem sikerültek, amiket elterveztem, aztán vettem egy nagy levegőt, és rájöttem, hogy nincs értelme. Lesz még nekem időm olvasni rengeteget, hiszen itt a jövő év. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy sokkal jobb és boldogabb és szeretettel telibb legyen a következő éve, mint az idei éve volt. Kívánom, hogy minden kívánsága teljesüljön, legyen ilyen vagy olyan, és én mindig is szeretni fogom szerintem ezt csinálni, hiszen a könyvek az nálam egy örök szerelem. Mindenkit puszilok, ölelek, vigyázzatok egymásra, szeressétek egymást, gyerekek! Sziasztok!